nagyon szomorú vagyok ilyen, képzeld el. Először is szia, örülök, hogy itt vagy. Magyarország Gána meccs van, világbajnokság, és 2-0-ra vezet Gána. Nem igaz. De szerintem meg fogjuk még fordítani a meccset. Drukkolni kell, hajrá magyarok! Na, de vágjunk bele a te témád, ami a te ipaj. Ugyebár elkezdték gimibe járni, tehát... Na, mesélj nekem, hát hogy fogadtak téged az osztálytársak? Jó, így összességében jól, csak a remény kicsit zárkózottak voltak. Melyik szemétkedett? Mondja, fejjel van, hogy a két ember. De melyik én szemétkedtek, mert mondjuk azt hallottam, hogy Ézerről már tudták, hogy jövök, és akkor mondjuk, hogy jaj, ne, jön a hiány, nem akarom, stb. Stb. De így pozitívan álltak oda. Szóval jó, még mindig a mai napig vannak ilyen zárkózottabb típus emberkék, és azok még mindig a... Nem tudom, nem nyitnak felém. De miért nem? Miért van ezt szerinted? Hát, nem tudom. Nem tudom, néha talán nem tudom, az elején talán nem tudták, hogy kezelni így a helyzetet, hogy nem akartak túl nyalizósak tűni, hogy nem tudom miért, de most már úgy alakulgat, de még nem találtam meg azt a szemmert, aki úgy tényleg nagyon jobban lehetnék, mondjuk a régi swing volt, meg volt, hogy mindenki, de hát ez majd idővel talán. Hogy viselkedtek furcsa, tehát mi volt az a furcsa, tényleg, hogy így pont mondtam két lehetséges dolgot, azt mondták, hogy jaj, ez a hiány, és ez a Bencsik Tamar jobban énekel, de azt mondták, hogy úristen, én nem merek oda menni hozzá, mégis csak a hiány a filmén. Biztos mindkettő volt. Jó, hát nem jöttek oda hozzá, nem kezdtek el oltogatni, szóval ezért ez a gimi azért egy ilyen viszonylag értelmes emberekből állott, szóval nem jöttek oda oltogatni. Biztos vannak annak, akik nem vagyok szimpatikus, de ők inkább így csendesek is hallgatnak, de volt azért így mondjuk talán 4-3 hét után így odajöttek, hogy hello. Pont ezt akarom, hogy mennyiből volt így még feloldódott így az egész szituáció, nem csak te meg. Hát egyből nyilván nem, én meg nem vagyok olyan típus, aki így nyit, szóval... Te nem vagy ilyen barátkozós? Nem, én nagyon nem, pedig próbálkoztam, de ilyen nem tudom, nem megy. Miért? Pedig így, amikor így megtalálkozunk, vagy nem tudom, bármik, akkor miért mindenki így beszélgetsz, hát de igen, mert ismerlek neked már, de ez elején én nagyon nem, szóval így ilyen, feszülök, és így nem megy. Pedig próbálkoztam most is, de így erőltetetnek tűnt, és így nem volt jó, de most már így van pár ilyen kis haver, meg úgy megszokták, hát időben nyilván megszokják, de azért az én nyitom, azért ott látszott, vicces volt, hogy összesúgtam. Igen, persze. Elmentem a folyosó, és így nem összek észre. Igen, de utána van. Igen. Mi van a tanárokkal különben? Mert az is több gondolok, hogy mit ezt szivatnak. Téged, hogy nem jó, ez nem volt jó, rendesen meg kellett volna tanulni az anyagot. Vagy azt mondják, hogy jól van, ez tökéletes, ötös. Tehát, hogy nem, én is ezt meg, hogy mit szavulnak. Igen, ugyanúgy kezdenek téged? Persze, hát jó, egyébként szerintem pártán nem is tudta, hogy ki vagyok, valamint, hogy azért nem tudja kinézni. Nézte meg a szert, de ugyanolyan, szóval jó, teljesen jó. Tehát, mi a helyzet így a tanulással, mennyire megy különben, mennyire volt nehéz így elkezdeni, nyilván gimi az a sokkal nehezebb dolog? Megy, szóval jó, nem vagyok egyébként kitűnő tanulok. Szeretsz tanulni különben, tehát mennyire vagy? Hát nem szeretek, de azért fontosnak tartom. Ha? Most ugye az eltett reforduljára, ami így viszonylag egy elég erős gimi, mert eltesulom, stb. De jól megy, szóval most is így viszonylag jók a jegyeim, mert még nem voltam soha egy rossz tanuló. De jó, szóval jó, meg néha ugye nehéz, mert ugye most mellette csinálom ezt a zenélős dolgot, vagy éneklős dolgot, de muszáj tanulni. Na így van, valami a legnehezebb, mondjuk a legnehezebb tantárgy, az melyiknál? Hát a németet utálom. Nem volt tényleg? De nagyon-nagyon utálom. Reál tantárgyakat szeretem, meg úgy mindennel jelvők a német, jó, meg a másik a tesi. Tesi? Nem tudod a tesi? Hát nem. Miért nem? Hát te sportos vagy. Nagyon. Neked az kell a tánc, és a mindenig azt te például most valami tánckoreográfiát is elkezdtél betanulni, nem? Micsoda? Tánckoreográfiát, valamilyen koreográfiát Karsai Zitával, nem? Ja igen, hát nem szeretek táncolni, de nem mondom, hogy tesi, az inkább ilyen művészet, meg az a zene az jó, de a tesi az nem. Mondjuk ez el lehet kicsit lopni. Na ezt nem gondoltam volna, hogy te a tesit nem szeretek, annyira sportos kis alkatod van. Hát azért nem. Én ezt így gondolom, miért? Ez egy kiló felesleg sincs rajta. Ja, igen, de ez egy ilyen lusta vagyok. Igen? Sport, én nagyon nem vagyok ilyen sport. Na ezt nem gondoltam volna. Na igen, de mesélj erről a táncról akkor nekem. Mi ez a koreográfia, ez a Karsai? Ja, volt az Üzinek egy bemutatója, a Karsai Üzinek, ilyen része. És ott például a Tamara is fellépett, a Galambos Zsina, én is. Vagy nem nevezhető annyira táncnak, inkább ilyen táncikálások, mert olyan rövid volt. Aha. És egy vietnámi táncossal, a Dükivel léptem fel. A Dükivel? Ismered? Nem. A Dükivel, vagy egy hip-hop táncos. Mi egyébként az SP kitéve is benne van. Az SP nem tudod ki az, nem? Na, beletáncoltam.
És ez ilyen nem volt ilyen nagy koreográfia. Inkább mégis divat bemutató volt, szóval csak én tánc része is benne volt, de ennyi. Jó, már figyeld, a teljesítmény ne hanyagold, mert az nagyon fontos, a sport az nagyon fontos. Táncosokat figyelj az énekre, és azt se hanyagold, mert jó hangozom, úgyhogy menjél sokat fellépni, és hát a még sokat tanulni lesz, legképpen ezt tudom mondani. Jó. És köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm, hogy itt volt, egy bükit üdvözlöm. Jó. Na, mi pedig akkor folytatjuk Dobmennel, és kicsit.